Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ma templomunkban. Örömömre szolgál, hogy Ervin és a Békés Harcosok Klubja így megjelentetek. Hát megint csak Sákja Móni kell kezdeni, aki vérbeli satria volt, és a képletéből is látszott, amit királyapja megcsináltatott az asztrológusokkal, hogy vagy világuralkodó, vagy világ megváltó lesz. És a kettő között elég nagy az átmenet, ahogy ezt a nyugati történelemben láthatjuk. És Buddha úgy döntött, hogy ő belül fogja a harcát megharcolni, és önmagán fog uralkodni. Ez édesapjában nagyon nagy csalódást okozott, de a Buddha azt az utat járta, amelyet egyébként az apai minták is, és a saját karmája is együtt kijelöltek. Amikor az energiáját befelé fordította, és a belső harcait vívta meg, akkor önmagát győzte le. Aki másokat legyőz, hatalmas. Aki önmagát legyőzi, az erős. Ezt nem én mondtam, hanem Hanvas Béla idézi, és ha van valaki itt a magyar szellemiségben, a 20. században, aki mint a lángoló fákja utat mutatott, miközben a világ sem volt éppen kegyes hozzá, és a saját magának a karmáját is belőle egyengetnie kellett eközben, az ő volt. A buthának az egyik nagyon fontos jelzője a nagy hős, koreaiul Deung. A nagy hős, aki nem kül külső harcot nyer meg, hanem egy olyasféle belső harcot, ahol eléri igazi önvalóját, és a karmájával így már nem kell többet küzdenie. A külső fegyver nagyon jól látható. Mi a belső fegyver? Kezdődik a figyelemmel, hogy jobban tudsz figyelni, mint korábban. Jobban tudsz figyelni, mint egy másik ember. Több mindent észreveszel belül is, kívül is. Úgyhogy az első a figyelem, mert enélkül nem megy. Hogyha tartós a figyelmed, akkor abból van egy jelenlét. És ezt a jelenlétet mindenki érzi. Akkor is, hogyha szétszórt, akkor is, hogyha összeszedett. És a jelenlétből következik a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés. Ha nem figyelsz, nem vagy jelen. Ha nem vagy jelen, elveszíted a pillanatot, és akkor nem ismered föl helyesen a helyzetet, nem teremtesz helyesen kapcsolatot, és nem cselekszámák megfelelően. Ennek a fordítotja is igaz. Ha azt látod, hogy a kapcsolataid rendetlenségben vannak, hogy a cselekedeteid nem meggondoltak, nem megfelelő eredménnyel járnak, akkor valamit nem vettél észre. Akkor nem vagy jelen. És az, amit a test, lélek, szellem hármasának mondunk, ugye a test az a hardware, a lélek az a szoftver, és a szellem, vagy a buddha természet az az a tiszta, tükörszerű tudat, amelyel működünk amely tényleg az önvalónk, amelynek eredetileg nincs neve és nincs formája. Miért kell tehát harcolnunk ahhoz, hogy ez a miénk legyen, mint tapasztalás? Azért, mert összecseréljük a szokásainkkal. Összecseréljük az önvalót az önképünkkel. És a dualitások hullámzó viharos tengerén nagyon nehéz megtalálni azt a kikötőt, ahol menedéket vehetsz. A béke tehát a menedékvétel következménye. Itt a zenben a buddha, a dharma, a szanga, a tanító, a tanítás és a tanítványi közösség hármasában veszünk menedéket. Azt is mondhatnánk, hogy a tiszta tudatban veszünk menedéket. A százszázalékosan élt pillanatban veszünk menedéket. De ezek elég abstraktak. És elvontságukban nem igaztalanok, csak nem jól használhatók. Ha azt mondjuk, hogy a tanító, tanítás, tanítványi közösség hármasában veszünk menedéket, ugyanazt mondtuk, csak nagyon konkrét. És ezt a konkrétumot, ezt a jelenlétet, ezt a megfigyelőkészséget lehet nagyon jó használni. Ha megharcoltad belül azt, amit kellett, akkor kívül már nem kell. Következésképp az a harc, amit neked kívül kell mindenképpen megélned, és nyerned vagy veszítened, az az a harc, amit belül még nem harcoltál meg, nem ismertél föl, nem vállaltál. A mozdulatlan tiszta tudat, a békeforrása, a nem kettősség tapasztalása, és hogy hallottátok, ehhez a zen nagyon jó út. De az zen nagyon jó út a konfliktusok megélésére is, a dualitások tapasztalására is, a harc helyes megharcolására is. Ez mondjuk a formális gyakorlaton belül az interjú, a darma küzdelem, ahol a tanító és a tanítvány egymás tudatát teszteli a megfelelő módon, megfelelő eszközökkel. Az interjú szobában nyugodtan veszíthetsz. Nem baj, ha nem tudod. Nem baj, ha hibázol. Odakint az életben egyetlen hiba és évekig takarítasz utána. Úgyhogy érdemes az egységet, a sokságot, a békét és a harcot egy fedél alatt gyakorolni, mert mind a kettőt meg kell élned. Emberek vagyunk, és meg is éljük mind a két állapotot, sőt azt a fajta tudatot, amely már a cselekvő, de nem mozduló. Megéled a sok-sok érzékszervi hatást, megéled a dualitások hullámzásait, de belül a nem mozdulót, a tiszta tükröt nem veszíted el és csak megfogalmazásában kettő ez. Egyébként nem. Benned nem két személy van. Egy személy van, és az vagy tudatos, vagy sem. Úgyhogy ezek a törekvések, hogy belül intézzük el ezeket az elintézetlenségeket, hogy belül harcoljuk meg a harcunkat, ez hoz kívül békét, mert belül tapasztalod. Az úton tehát járni kell. Nagyon nagy örömmel hallottam, hogy nem csak Ervin tud keveset a zenről, hanem rájöttem, hogy én is. Tehát én nem tudok a zenről többet, mint egy átlag gyakorló. A szútrák nagy részét nem olvastam. Kuanokat úgy, mert az egy munkaeszköz azzal, hogy ismerkedni kell. De kétségbejtően keveset tudok a zenről a tudósokhoz és a jó buddhistákhoz képest. Viszont gyakorlom annyira, hogy ez segítségül szolgáljon másoknak. Tehát tudja annyit róla, amennyit kell. De ahhoz nem kell könyvtárnyi szakácskönyvet elolvasnod, ahhoz, hogy az étlapon kiismerd magad egy étteremben. Jó, ha tudsz főzni. Jó, ha jól tudsz főzni. Jó, hogyha sok embernek jól tudsz főzni, de ez nem kell több könyvtárnyi irodalmat elolvasnod. Egy régi kínai mondás szerint, ha elolvasol egy könyvet, tízezer lépést kell tenned. Ennyire fontos a tapasztalás ahhoz képest, hogy mennyire a megismerésre, sőt a gondolati alapú megismerésre helyezi a nyugati kultúra a hangsúlyt. Ezért volt ma már több mint két órányi meditáció, hogyha egy elvonulásra jössz 6-7, esetleg 8 órányi meditáció, és ez még csak az első órája a darma beszédnek, és nem is lesz több. Ennyire fontos a tapasztalás, és a tudásnak annyi értéke van, amennyiben a tapasztalásig elvezet, a tapasztalás közben téged békén hagy, mert nem elemzed közben, de ha kell, utólag tudod artikulálni, a helyére tenni. Tehát a tudásnak van szerepe, az elme fontos, te csak akkor tudod megfelelően használni, ha van valami magasabb rendű, amelyet az elme szolgál. Van valami, ami a tudásnál több, és akkor járunk az úton. Egyébként a térképet tesszük magunk elé, és helyben járás van a térképen. Mert nem merünk tapasztalni, nem merünk harcolni, hanem azt hisszük, hogy ha lezárjuk a tapasztalás útját, akkor a tudás önmagában elég. És ez nincs így. A nem tudható, tiszta, önvaló tapasztalása az a békének az alapja. A világban való felelősség felvállalása, az élet felvállalása az a harcaink megharcolása. Az élet nem más, mint olyan duális helyzetek sorozata, ahol vagy boldog vagy, vagy boldogtalan vagy, de keresztül kell rajtuk menni. Mert élsz. Mert testben vagy. Mert változunk mindannyian. Vannak céljaink, vannak reményeink, vannak félelmeink. Milyen alapon? Mi az, amitől félünk, és mi az, amit remélünk? Ez mind az önképünktől és a világképünktől függ. Attól függ, hogy milyen viszonyokat építünk ki, attól függ, hogy mennyire vagyunk felébredettek. Úgyhogy, ha ezen az úton segíthetek bárkinek, akkor most tisztelettel várom a kérdéseiteket. Kérdés az, hogy ha valaki megreked az útján, és elveszti a motivációját, meg elveszti a lelkesedését, ezt hogyan tudja visszahozni magában, hogy tudja megtalálni újra magát abban a dologban, amit, amiben ő hisz egyébként? Csak a szenvedés újbóli tapasztalásával, és emberfüggő, hogy ez a saját szenvedése kell, hogy legyen, vagy elég, hogyha felszáll mondjuk a vonatra, is megy 200 kilométert akárhova. A budhának az kellett, hogy ő menjen ki a palotából. Mi bezárjuk magunkat a virtuális képernyő palotába, és azt nézzük, és azt halljuk, amit szeretnénk. Jó darabig. Aztán kiderül, hogy a világ nem ebből áll, és nem tudjuk virtualizálni az életünket, és ezért a valós életet kell megtapasztalnunk. Na most, ha a saját szenvedése megoldatlansága nem elég, akkor majd jön a másik emberé. Ha egyik sem, ha semmiképpen sem segít rajta egyik sem, akkor viszont hibát fog elkövetni. És akkor az a hiba lesz a szenvedés forrása. Tehát, ha elég együttérző vagy, ha van elég bölcsességed, akkor mások szenvedése bőven elég a motivációhoz. Ha nem, akkor a sajátod kell. Kérdés az, hogyha valóban harcos helyzetbe kerül az ember, az hogyan tudja békével kezelni? Mi erről a te véleményed? A legelső, hogy nem gondolkodsz nyereségben, vagy veszteségben, életben, vagy halálban, hanem a helyes jelenlétben, a helyes megnyilvánulásban. Egy aprócska történet. Három évig a külső Józsefvárosban laktam pár tanítványommal egyetemben, és néha megállítottak az utcán. Sose egy maga, hanem úgy másod-harmad magával. És akkor testvérként valami Saulin vitéz vagy te, és akkor az ember itt szürkében megy, leáll, és válaszol, és szembenéz az éppen őt interjúvoló helyi erővel, és beszéltem nekik a zenről, soha nem fogtam túl rövidre, nem passzoltam le, nem pattintottam le az interjú alanyokat, és tetszett nekik. És a végén általában ilyesmivel zárult. Te azért meg tudnád magadat védeni, hogyha kéne, ugye? És erre az volt a belső válasz, és így a külső is, hogy ha belül megharcoltad a harcodat, akkor kívül már nem keverekedni. És akkor ez úgy tetszett, de hát úgy Félig meddig hitték csak mert ők nem ebből a világból voltak, hogy belső harc és akkor kívül nem kell. Azért volt ez fontos, mert egyszer fordult a kocka, és este a tanítványaimmal egy beszéd után gyalog mentünk haza, mert már semmi nem járt, és ott volt a téren a helyi csapat. Egy 15 fő, biztos lehet, hogy 20 is. A sötétben csak három kopasz fej látszott, meg ilyen ruházmány, és egyszer csak egy ilyen hatalmas nemzetszaporító ige a legfensőbb teremtő nevével ötvözve elcsattant, és ugyanabból a csoportból másodpercnyi különbség nélkül jött a csitító, békéltető válasz, hagyd, ezeket ismerem. És nyugodtan haza tudtunk menni. Tehát, hogyha akkor nem nézek velük szembe, ha arrogáns vagyok, hogyha lepattintom, akkor valami kis durca, vagy bosszú vágy, kettő között bármi összegyűlik, és akkor nincs hitítás. Ja, ez, a, -e, ez azt hiszi, hogy tudja. Na puf! És akármilyen harcos vagy, te 15 embert nem tudsz úgy uh, fogni, nem tudsz úgy védekezni ellenük, hogy a másik két tanítványod, akinek semmiféle tapasztalata nincs, azok ne kapjanak. Úgyhogy a harcos tudja, hogy mit tud megnyerni, és mit nem. Szerintem ez egy elég jó példa ahhoz, hogyha vállalod a szembenállást, akkor a szembenállásból nem kell, hogy konfliktus legyen, és a konfliktusból nem kell, hogy harc legyen kívül. Tehát elég egy pillanatnyi gyávasság, arrogancia, menekülő reflex, és már is egy későbbi konfliktusnak a magvát elvetetted, mert nem voltál hajlandó szembenézni mások gondolataival, érzelmeivel, nem voltál hajlandó meghallgatni a beszédét. És akkor egyszer csak a cselekedet ellenséges lesz. Onnan indult, hogy nem figyeltél. Nem fordítottál figyelmet egy másik emberre. És hogyha megvan a figyelem, megvan a jelenlét, megvan a tükröződés, az már nagyon magas, hogyha a tükröződés is megvan, akkor a fizikai harcot nagy valószínűséggel el lehet kerülni. Nekem az lenne a kérdésem, hogy folyamatosan, hát minden évben szinte azon tapasztalom magam, hogy elkezdem ugye járni az utat, vagy a jóga, vagy bármilyen, például a buddhizmust is jártam, a gyémántút buddhizmust, és és mindig azt veszem észre, hogy jön, jön az eredmény, ugye a meditáció is egyre, egyre jobban érzem tőle magam, egyre tisztábban látok, és utána valami mindig visszaránt. És ez a visszarántás, ez, mikor, mikor visszaestem, érzem, hogy visszarántott, jönnek megint a zavaró érzelmek, utána megint elkezd hiányozni az út. Tehát mikor az úton vagyok egy idő után, van egy olyan pont, hogy hogy feleslegesnek szoktam érezni, és nem tudom, hogy mi, miből jön ez az érzés. Feleslegesnek érzed az utat? Ö, nem, nem igazából, nem is feleslegesnek, hanem azt érzem, hogy hogy jó nekem ott visszaesnem. Hogy ez a hullám valahol hiányzik. Mikor el kell stabilizálódni, mondjuk a, az együttérzés. Van egy jó hírem, meg egy rossz, melyikkel kezdjem. <laughs> jó, a jó, mondom rossz? a jót. Mondom jó, a, jót, jó. a jót, ember vagy. Emberből vagy, és ezért képes vagy a magasat és az alacsonyat a teljes szamszárikusat és a békés kiegyenlítettet is tapasztalni. A rossz hír nincs, csak munka van, ugyanis rengeteg olyan szokásunk van, amelyeket megszoktunk, amelyek egy önképé összeállnak, ahogy te ismered magadat. És van egy olyan paradox többek közt, hogy az ember a megszokott szenvedést jobban szereti, mint az ismeretlen újat. Megszoktad magadat egy bizonyos emberként, és kiismerted ennek az önképnek a gyengéit, meg az erősségeit. És inkább megtartod a gyengéket, a régi rossz szokásokat, mert azokat ismered, azokkal már tudsz küzdeni, már tudsz velük harcolni. És pontosan tudod, hogy mi történik, ha egy kicsit engedsz. Hogyha fel akarnád ezeket számolni, és egy új önképet kialakítani, sokkal nagyobb kockázat nem tudod az eredményt. Nem tudod, hogy melléktermékként milyen új szokások fejlődnek ki. Az zenben nem önképet építünk, hanem egy személyiséget lehet helyrehozni. Mindenkinek. A szokásaid nem jók vagy rosszak, hanem nem időzítettél helyesen. Nem ismerted fel a helyzetedet helyesen. Nem ismerted fel a kapcsolatodat helyesen, ha szenvedést tapasztalsz. Tehát a konyhában az uborkát vágjuk a késsel, nem az ujjunkat. Mégis néha megtörténik. Ugye? Mert nem figyeltél, és akkor hirtelen lecsúszik az uborkáról, és már is egy kis manikűr lett, húsos manikűr, és akkor be kell kötözni. Azért szeretünk visszaesni, mert utána felmutathatjuk a hibáinkat, kaphatunk szeretetet, figyelmet, újrakezdhetjük az utat, egy ilyen teremtett gyermeki alárendelt helyzetből, és akkor megint emelkedünk a tudatosságban, a teremtő képességünkben, és akkor elérünk egy szintet, amikor azt mondjuk, hogy hát ez már sokkal jobb, mint volt, na akkor kezdesz el zuhanni lefelé, amikor reflektálsz arra, meghatározod azt, amit nem kéne. Annyira, de annyira elképzeled, hogy a ló hátán ülsz, hogy leesel róla. Ezért szeretünk körbe-körbe forogni. Mert különben azt érezzük, hogy nincs esemény, és te, mint önkép, megszűntél. Mint ember, mint személy létez. Ez kell, hiszen megszülettünk, éljük az életet. De ne kövessük azokat a szokásokat, amelyek állandóan bele a mocsárba, a szenvedésbe és mások szenvedtetésébe is. Na, ezekkel a szokásokkal kell harcolni belül. És ez a küzdelem, ez helyes? Mert látod, hogy eredményre visz. De hogyha azt hiszed, hogy elértél valamit, onnantól kezdve lefelé mész. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, mielőtt ide elindultam, egy szó jött a gondolatomba, az az elégedetlenség és uh, úgy érzem, hogy ez az, hogy egy örök elégedetlen vagyok, emiatt uh, ez türelmetlenséget és feszültséget generál bennem. Igazán, de úgy érzem, hogy ez a legnagyobb problémám. Szoktál lázadni? Mindig lázadok. Tehát akkor prométeus egyenesági leszármazottja vagy. Mindenkiben benne van, ne rögj. Nincs olyan, hogy csak egészséges kompromisszum. Különben nem harcolnánk. Mivel vagy elégedetlen? Hát ezt, ezt, ezt bármilyen szituációba fel tudom fejezni. Mi az elégedetlenség gyökere? Ezt nem tudom. Az elégedetlenség gyökere te vagy. Azok a megoldatlanságok, amelyek kívülre vetítve a veled szemben álló ember vagy emberek vagy a materiális helyzet elégtelenségére fordítódnak le? Mondom más szóval, tökéletlenség. Mulandóság. Függőség. Nem megfelelő tulajdonságcsoportok. Valójában a saját téves nézeteink ellen kell csak föllázadni. Semmi több. Nézd meg, hogy Prometeusz máját mi tépi a sas. Éjszaka visszanő. Hát ez a harag. És a legmagasabb szellemiség szimbóluma, a sas, tépi Prométeusznak ezt az elképesztő érzelmi tartaléket, amely hát a harag. És hogyha belenézel a tükörbe, akkor az elégedetlenség mögött csak a saját elvárásaid frusztráló meghiúsulását látod. Nézd meg, hogy valójában mit akarsz, mert az akarat lesz az a kötél, amivel kijössz ebből a veremből. Azért kell az akaratot nagyon jól látni, mert annak mindig van egy célja. El akarsz érni valamit, vagy valamitől meg akarsz szabadulni, ami módon ugyanaz. És hogyha jól definiálod az akarat tárgyát, a saját célodat, akkor ha elérted, akkor lehetsz elégedett. Legyél is. Tehát olyan gyakorlatot kell végezned, hogy kitűzöd a célodat, eléred, és elégedett vagy. Ezek után mit teszel? Felajánlod ezt a célt, ezt az eredményt, amit elértél másnak, megosztod valakivel, közkincsét teszed, és utána akarsz valami újat. Megint olyat, amiben hiszel. Megint úgy társulva, akikben bízol. Megint eléred. Megint felajánlod megint akarsz valamit. És így a helyes erőkifejtés, a helyes nézet, a helyes életvitel, ez a nemes nyolcrét ősvény része, a tanítóddá válik. Mert hogyha túl elégedett vagy, akkor az a baj. Ha állandóan elégedetlen, akkor meg az a baj. Tehát ebből az ellentét párból a megfelelő kérdéssel tudsz kikerülni, mit akarsz. Érdel nézd meg, hogy mivé váltál, kivé váltál általa. És ismételd a kört. Jó? Köszönöm. Szívesen. Itt el a... Én azt szeretném kérdezni, hogy honnan tudjuk, hogy éppen a helyes úton járunk, vagy hogy jól csináljuk, amit ezt a gyakorlatot, vagy az úton való járást, és hogyha ha, ha, nem jól, akkor hogyan jutok el oda? Ma ide akartál jönni, így van? Így van és ide jutottál. Így van. Ez azt jelenti, hogy a helyes utat választottad. Nézd meg, hogy az útirány micsoda, milyen motivációból és milyen célképzettel dolgozol. És hogyha ez megfelelő eredményt hoz, akkor nem okoztál szenvedést másnak. Akkor valahol a boldogság felé törekedtél, tettél egy lépést, és segítettél esetleg másokat is errefelé akkor megfelelő minőségeket tapasztalunk, mint például bölcsesség, együttérzés, önzetlen odafordulás. Ha helytelen irányt választottál, akkor még ha hiszel a célban is, és a motiváció is ugye megfelelőnek tűnik, de szenvedést tapasztalunk belül és kívül. Teremtett szenvedést, okozott szenvedést, új szenvedést. És ebből tudod, hogy az irányvétel helytelen. A cél nem szentesíti az eszközt. Amikor a célból megfelelő eszközt tudsz kovácsolni, akkor jársz a helyes úton. Nem érheted el a világbékét azáltal, hogy kiírtod a félemberiséget. Kizárólag. Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet viszonyulni azokhoz az emberekhez, akik az ember közelébe vannak, és próbálják úgy lehúzni azt a dolgot, hogy régen nem így viselkedtél. Tehát változtattunk az életünkön akár gyökeresen is lehet változtatni. Tehát hogy, tehát mit lehet velük kezdeni, hogy nagyon szépen szembe kell állítani az embereket a saját téves nézeteikkel, a saját definícióikkal, és meglátják, hogy azért bújnak falak mögé, mert nem bírják azt, ami a falon túl van. Azért bújnak részigazságok vagy félhazugságok mögé, mert az egészet nem akarják elviselni. Aztán megkérdezheted a következő lépésben, hogy Nagyszerű, szerinted ki vagyok én? És akkor mondanak neked mindenfélét. És a következő kérdésed legyen az, hogy köszönöm szépen, most neked ki vagyok én. Nem fogják ugyanazt mondani. Hirtelen rájönnek, hogy eddig is csak a saját szemszögükből beszéltek, és nem rólad volt szó, hanem az ő szűrőikről volt szó. Ahogy téged akarnak látni, nem úgy, ahogy te valójában vagy. És ha ezt ők megtették, hogy mind a két kérdésre válaszoltak, akkor egy ilyen nagyon udvarias, szerény kérdéssel tovább kördítheted a galacint, mint hogy a galacint úr a bogár a szentséges Skarabeusz Egyiptomban ezt tette. Elmondhatom neked, hogy te ki vagy. Nagyon valószínű, hogy nem fogja őket érdekelni. Tehát nem vitatkozunk azon, hogy most kinek van igaza. Attól nagyon messze állunk. Az identitás, az önkép, a másról alkotott képet, hát ezek elképesztően összefüggenek, mondok erről egy aranyos kínai történetet, egy tudós és egy zenmester évtizedek óta összejártak. A konfuciánusok nagyon jól olvasnak, nagyon értik a szutrákat, nagyon értik a társadalmat, hogy otthon vannak a tradícióban. A buddhisták, ugye a zenesek, azok gyakorolnak, azok totálisan így belátnak, kilátnak, látnak. És nagyon sokat beszélgetett a tudós és az emmester. És a sok-sok év után egyszer csak azt mondja a tudós, hogy haszang, eddig csak jókat mondtunk egymásnak, most mondjunk rosszakat. Az emmester jó rendben van, sértegessük egymást, legyen ez, sértegessük. Kezdte. tudós elkezdi. Te lusta, te. Te nem csinálsz semmi más, csak asszol meg ülsz, meg néha sétálsz. Hát tehénként fogsz újra születni a világi támogatót házában, és vissza kell adnod mindent. Most te jössz, mondta az emmesternek. Jó. Te butha, te bóthiszatva, te megvilágosodott, te nagyszerű úton járó. Tudós barátja megdöbbent, és azt mondta, Faszánk, arról volt szó, hogy sértegetjük egymást, nem? Hát te csak jót mondtál. Igen. A disznó disznót lát, a butha budhát. Tessék figyelni, hogy a szűrőrendszerek hogyan működnek, és meg lehet vele fogni rendesen, mindig a saját fegyverével győzle le az ellenfeledet. Miért? Mert az tagadhatatlan. Az az ő kezében volt. Csak te fordítottad meg. Tehát ne neked legyen igazad, derüljön ki, hogy neki nincs. Ez bőven elég. Egyszer Koreában egy nagyon művelt zenszerzetes meghívott teára, úgyhogy a magyar csoport 2004-ben ott volt velem. És a Bibliáról kérdezett, a kereszténységről kérdezett, és nagyon kiegyensúlyozottnak tűnt az egész érvrendszer, amikor azt mondta, hogy hát szerint a nyugatiaknak így a főbb vallásokkal nyugaton kéne ismerkedni, és hát az, hogy ők buddhizmust tanulni jönnek keletre, a szép és jó, de hát miért előbbre való számunkra a buddhizmus, vagy a zen, mint az itt meghonosodott vallások? És ilyen helyzetben, ha te aláteszel a válaszszal, és nagyon szervilis módon a buddhizmus előre valóságát bizonyítod számodra, és itt számára is, gondolván, hogy az szimpatikus, akkor gyakorlatilag elárultad a gyökereidet. És ez valójában nem szimpatikus neki. Hogyha pedig a, az otthoni vallás, a forrás kultúra elsődlegességét akarod bizonyítani, akkor miért vagy ott? Akkor miért mentél keletre? Miért lettél szerzetes? Miért gyakorlod a hagyományt? Tehát vannak olyan helyzetek, ahol nagyon-nagyon kell tartózkodni attól, hogy te nyerj. De attól is tartózkodj, hogy veszítesz. És én akkor nem tettem más, mint ami a későbbi jó pár darna beszéd alapja lett, hogy elmondtam, hogy számomra kik a tanító értékű emberek, és felsoroltam kétszer hármat, hármat keletről, Buddha, Laoce és Konfuciusz, és nyugatról pedig mondjuk, hogy kicsikét kiegyenlítsük, az ábrahámita vallásokból a Mózes, Jézus, és utána mondjuk Szent Ferenc így. Két csoport közti kapcsolatot vázoltam, hogy nekem ők mit tanítottak. Tehát ez egy olyan mellérendelés volt, amiben a diplomáciától kezdve a korábbi műveltségig mindennek benne kellett, hogy legyen, nehogy azt érezze, hogy bármelyik csoportnak igazat adok, a magam számára egyik fontosabb, vagy alábbvaló. Egyik sincs így. És ezt onnan tudtam, hogy jól csináltam, hogy mosolygott, nem szólt semmit, és odadott még egy csésze teát maga elé, és, és akkor ittunk. Jó, berúgtunk zöld teával. Úgyhogy amikor olyan válaszút elé állítanak, hogy neked legyen igazad nagyon látványosan, sőt, megkönnyítik, ez a provokációnak egy finomabb változata, akkor ne ülj fel. Ne ülj fel. Semmivel nem leszel kevesebb, hogyha visszautasítod a győzelmet és a verességet egyaránt. Ez a két hiba lehetséges a harcban. Az egyik, hogy győzöl, a másik, hogy veszítesz. Egyéb kérdés. Te mondjad. Én most azt szeretném megkérdezni. Tehát most kaptam választ arra a kérdésre, amit még felsütöttem. Tehát most ez az erre a... Már érdemes te volt eljönni, örülök, hogy így történt. Lé Tehát létezik ilyen, hogy arra választ kapja az ember, amit még a kérdés már ugye benne volt, de még Most tapasztaltad. Van. Miért kérdezel rá, hogy létezik-e vagy sem? Jogos. Már a tiéd. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. A mindennapokban segítő hivatásban dolgozom, és egyre több emberen látom azt, hogy fél. Egyre többen félnek. Én boldog vagyok, mert valahogy nálam ez pont fordítva működik. Minél nagyobb a félelem és a káosz, Egyre jobban azt érzem, hogy bennem béke van. Látom viszont azt, hogy szeretnék segíteni ezeknek az embereknek. Mert hát körülöttem vannak, és feladatomnak érzem valahol. Viszont többször megkaptam azt, hogy én homokba dugom a fejem. És nem veszem tudomásul azt, ami történik a világban. Holott azt gondolom, hogy ez nem így van, hanem egyszerűen csak én megtaláltam a saját világomat, és abban nagyon sok minden nem létezik, ami meg elvileg kint létezik. Már arra rájöttem, hogy nem kell őket minden áron meggyőznöm, hanem valami szelidebb, szeretetteljesebb eszközzel kommunikálni felőjük azt, amit én érzek. Jól gondolom ezt. Ha arra rájöttél, hogy a segítség és a meggyőzés nem ugyanaz, akkor már ez a helyes gondolkodás kezdete de talán még egy pár lépést közösen tehetünk ezen az úton. Például egy olyat, hogy kérdezel, félsz, kérdezed meg a remegő embertől. Nem félek, nem félek, nem félek. Ha nem félsz, akkor örülök. Akkor itt van egy ember, aki fél segítenél rajta? Na, akkor összeomlott. Ha elismeri, hogy fél, akkor a következő kérdés, akarsz róla beszélni? És a kérdés kinyit, a kijelentés letesz egy pontra. A definíciók határt szabnak. A dogmák börtönbe zárnak. Van olyan, hogy valaki a szabadság tudatát olyan dogmatikusan kommunikálja, hogy hihetetlen messzire akarok rohanni az illetőtől. Kérdezz. És a kérdésben óriási nyitottság és együttérzés lehet, ha úgy teszed fel. És ha akar róla beszélni, kérdezz meg, hogy a félelmed Kívül van, vagy belül van? Miért nem azt kérdezzük, hogy mitől félsz, mert nem tudja annyi mindentől fél egyszerre? Tehát tessék szíves a megkülönböztető bölcsességet és az együttérzést egyszerre használni, és megkérdezni, hogy amitől félsz, kívül van, vagy belül van. Ha kívül van, nevez meg légy szíves. Ha belül van, és látod, nevez meg légy szíves. Ugyanezt a kivel. Ugyanis, hogyha elkezdi azonosítani a félelemnek a tárgyát, vagy alanyát, akkor már konkrétumról beszélünk, akkor már tükrözte, akkor már látta egy kicsit. Ilyenkor az elmének az elemző képessége többet árt, mint használ. Miért? Mert elkezd pörögni, rengeteg okot legyártani, projekció hegyek. Onnan tudod, hogy fél, hogy projektál. Fel kell fedezni a tudatban az akadályt az akadály lesz a félelemnek a gyökere, nem egy adott jelenség. Mondok egy példát. Egy családot vendégül láttam úgy, hogy elmentünk evezni egy tóra. Anya, apa, két leánygyermek, az egyik akkor volt 11 éves, a másik 9. A 11 évesnek semmi baja nem volt a hajócskázása, a 9 éves pánikba esett és kapaszkodott a csónak szélébe, és ki akart jönni azon nyomban. Eltelt egy év, a családdal a mai napi kapcsolatban vagyok, és kiderült, hogy ez a kislány egy előző életében megfulladt. És minden, ami víz és csónak, az egy olyan akadály a tudatban a fulladás elmény miatt, hogy egyszer nem meri bevállalni azt, hogy fényes nappal, teljes szélcsendben, Biztos férfi taggal a családban, mint apuka, idegenvezető és jó levező lény én, nem vállalja. Tehát nem a csónak a víz és az evező az akadály, hanem a korábbi élmény. Tehát erre úgy tudsz rákérdezni, hogy jó, most tudjuk, hogy a svájci bicskától félsz, honnan jön a félelmed? Nem azt kérdezed, hogy miért félsz. Mert akkor az elme elkezd pörögni hanem hogy honnan jön a félelmed, és akkor legalább egy lépéssel visszalép. És hogyha elmozdítja az akadályt, akkor elmozdul a félelem is. Nézd meg, hogy mit remélünk, és mitől félünk, mint emberek. Három nagy ösztöncsoportunk van. A teremtő, a birtokló és a túlélő. Amely jelenség vagy ember támadja ezt a három ösztöncsoportot, nem enged teremteni, elveszi a birtokodat, az életedet fenyegeti, ezt nevezzük rossznak, ettől szoktunk félni. Amely támogatja a teremtésedet, megszorozza a birtoklásodat, a biztosítja a túlélésedet, azt szoktuk jónak nevezni. És hogyha innen vesszük szemügyre, annyi mindentől félünk, amitől nem kéne, hogy nem veszük észre a valós veszélyt. Nem veszük észre azt a veszélyt, hogy egy napban csak 24 óra van, és iszonyatos gyorsan telik az idő. Ez a legnagyobb veszély, ami leselkedik ránk, hogy nem tudod, hogy mikor halsz meg. Nem tudod, hogy be tudod-e teljesíteni az akaratodat. Létre tudod-e hozni azt, amit szeretnél, aminek látod, hogy helye, szüksége van, és nem csak rólad szól. Fel tudod-e nevelni a gyerekeidet? Leszel-e nagyszülő? Ezek sokkal nagyobb veszélyek, mint az, hogy Úristen, most, most mi jelent meg az interneten? Mit írtak arra a kékfehér logós nagy felületre, ugye? Úgyhogy nézd meg, hogy honnan jön az akadály, honnan jön a félelem, mi az ez tapadó azonosulástudat, hol érzi magát támadva az ember, és egy újabb és újabb kérdés úgy működik, mint egy újabb és újabb fénysugár, amelyik különböző szögből ugye, megvilágítja a tárgyat, és így egyre kevesebb árnyék marad. És amikor már az árnyék eloszlott, és csak a látás maradt, akkor eloszlik a félelem is. Jó. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A mai nap, pont, ahogy megtapasztaltam, hogy milyen a csupinak a másik oldalán lenni, rájöttem, hogy nagyon feszültséggel teli és stresszes, és ez olyan, mint az életnek nagyon sok területe, azért, mert úgy érzem, hogy itt csak hibázni lehet. És azt szeretném kérdezni ezeket a... Ezt hogyan lehet kezelni, ezt az érzést, hogy, hogy úgy érzem, hogy vagy tökéletes az a normál állapot, mert akkor nem hibázok, vagy hibázok. Hát végül is ez egyik legstresszdúsabb foglalkozást kellett ma választanod, ez a gyakorlatvezető. Állandó stresszben van, hogy mikor telik el a 20 perc, vagy a 30. És az nem telik el se gyorsabban, se lassabban, mint ahogy az óra mutatja. Amikor már több éve küzdesz ezzel a stresszel, utána jön egy nagyobb stressz, ezt úgy hogy zámbott. Ez már másképp üt, mint a csuppi. Nagyon. Nem az időről szól, és nem a térről, hanem a tudatról. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a csuppi megtanítja neked, hogy mi a nem stressz. Mi az, amikor csak jelen vagy a pillanatban, és egyszer csak ránézel az órára, és eltelt pont annyi idő, amennyinek el kellett, hogy teljen. Amikor tökéletesre akarsz csinálni valamit, és nem csak teszed, mindig ott lesz a stressz, és örülök, hogy ezt a csukpi mutatta meg, és nem valami nagyobb és drágább tárgy, ahol nagyobb hibát követhetsz el. A zen tényleg olyan, mint a tükör, sőt, olyan, mint a röngenkép, sokan panaszkodnak, hogy ide jönnek a templomba, és megmutatkozik az összes karmájuk még olyan is, amelyről eddig nem is tudtak. És akkor gratulálok nekik, őszintén, a szívem mélyén, és azt mondom, megfelelő helyre jöttél, jó karmát hoztál, helyesen végzed a gyakorlatot. Itt tessék látni a karmádat, például azt, hogy a világbéke teljes birtokában megütöd a csukpit, és aggódsz, hogy tökéletes volt-e vagy sem. Ennél abszurdabb dolog nincs a világon. És nagyon jó, hogy föltetted ezt a kérdést. Mangong volt egy ilyen kóánya, ha csak egyetlen hajszálnyi hiba van, a menny és a föld ketté válik. Erre Mangong azt mondja, ha egy hajszálnyi hiba sincs, a menny és a föld akkor is ketté válik. Remélem, hogy megnyugvást hoztam a tudatodba ezáltal. Köszönöm. Köszönöm. Egyéb kérdés? Kérdésem az lenne, hogy uh, hogyan lehet azt a félelmet, vagy ezt a helyzetet legyőzni, hogy emberekkel kell beszélni, és mennyi idő alatt sikerül ezt abszolválni, és uh, mi az, ami ezen az úton kíséri az embert? Hogy... Ha Kérdésüm. azt tudod, hogy mindig a legfontosabb mondattal kezded, akkor nem fogod magad vádolni, hogy vesztegetted az időt. A legfontosabb mondat nem mindig a leglényegesebb üzenetet tartalmazza. Van olyan ember, sőt az emberek többsége egyből nem akarja fölfogni. Elő kell készíteni szépen a terepet, bemelegíted, és akkor utána mondod, amikor már látod, hogy nyitottabb és jobban jelen van, tehát esélyes, hogy befogadja azt, amit mondasz, és az önvédelmi reakciói nem fogják. Teljesen ellehetetleníteni az üzenet megértését. Tehát a fontossági sorrend betartása az, amitől ez a félelem elmúlik. És hogyha a legfontosabbat mondod és teszed, akkor nem érhet vád se belülről, se kívülről. Illetve, hogyha kívülről véleményt alkotnak rólad, akkor az az ő problémájuk. Mert az okozati síkon te megtetted, te úgy mondtad, artikuláltad a legfontosabb érzelmeidet megláttad a legfontosabb gondolataidat. Honnan tudod, hogy ez tényleg így működik? Ha magadban nézel, béke van. Nem hibáztatod magad. Nincs önmarcangolás. Nincs bűntudat. De ha hibázol, azt látod. És ki is javítod. Minél inkább érvényesül a fontossági sorrend és a tisztaság a tudatban, annál gyorsabban javítod ki, mert nem csinálsz ego kérdést belőle. Nem akarsz elmenekülni előle. Nem lesz önkép probléma, hogy elismered, hogy hibáztál. És ekkor van béke belőle. Én úgy érzem már évek óta, hogy én bezárkóztam az én kis saját világomban. Ezt így a külsőleg mások nem szokták észrevenni, mert, mert tehát nagyon jól alkalmazkodok így helyzetekhez. Viszont tehát én ezt úgy érzem, hogy hogy nagyon jó el vagyok a kis komfortzónában, viszont nem érzem jól magamat, így befelé fordulva, és mikor meg megpróbálok nyitni, vagy akár megmutatni magamat, akkor nincs ez a fokozatosság, hogy szépen fokozatosan nyitok, hanem ilyenkor mindig hirtelen szoktam, vagy hogy ahogy kinyílok, megijedek attól a sok mindentől, ami ott jön, vagy ami ott bánt van, és akkor ilyenkor gyorsan vissza is lépek, így megigazolom magamnak azt, hogy mégiscsak ilyen nagyon veszélyes, meg visszaigazolom, tehát, hogy nagyon fejve vagyok így sokszor, és hogy nincsen, hogy lehet ezt fokozatosan, hogyan lehet ezt ügyesen csinálni, hogy ne legyen ekkora... Tehát, hogy, hogyha mondjuk nyitok valaki felé, akkor... Hát egy picit én szerintem fejben, tehát nem objektíven kezelek mondjuk helyzeteket. Na no, hát. És, és amikor ugye nem úgy történik, ahogy én ugye gondoltam, akkor így, így utána visszajött ugye ez a, ez a is ilyen az adása is úgy van, hogy, hogy amikor én vár valamit, hogy várok viszonzást, vagy tehát, hogy, hogy, hogy uh, hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy, uh, hogy, nem ilyen hirtelen, mert én úgy érzem, hogy már nagyon vastag a fal, ami úgy körülvesz, és uh, tehát, hogy, hogy uh, ha változtatni szeretnék, mert érzem, hogy, hogy nem jó úton vagyok. Mert mész? Hát ez az, hogy sem motivációm nincsen, mert folyamatosan én abban öltem fel, hogy ha valamit szerettem volna, akkor mindig kivették a kezemből a döntést, és mindig segítettek. És most már ez valahol kényelmes, de azt érzem, hogy ebben nem én kapom meg az ebből jövő energiát. Vagy hát... Az elején azt mondtad, hogy van egy zárt világod, utána azt mondtad, hogy ezt kinyitod. Hol a kulcs? Fejbe. Nem. szívben van a kulcs, mert általában érzelmekkel nyitunk. Kimondtad a kulcs szót, a szeretet, vágya. Adni és kapni. Na, ott az elme csak egy segédeszköz. Fontos, de csak segédeszköz. Nézd meg, hogy a másik ember mennyit tud belőled éppen elfogadni. És annyit adj. És persze vágyjuk azt, hogy többet adhassak, hogy többet kapjak. Igen, ám csak ez emberenként, partnerenként, kapcsolatonként változik, hogy mennyit tud belőled elfogadni, és milyen gyorsan viszonozza. A falon ajtókat kell vágni, és az ajtóba zárat és kilincset kell tenni, az árakba kulcsot. És ekkor esélyes, hogy nem lerobbantod a falat, hanem kinyitod az ajtót, ha kell résre, ha kell teljesen kitárva. Nézd meg, hogy a másik ember mit csinál, amikor te mondjuk résznyire kinyitod az ajtót. Megijed, vagy azt mondja, még-még-még-még-még, beszélj még hozzám, gyere közelebb. Vagy pedig megnyilvánultál, és 30 másodperc után azt érzed, hogy hát vastagabbak a falak, mint voltak. Te kinyitottad az ajtót, és ott pedig én szöges drót akadály van a túloldalon. Tehát figyelni kell. És nem magadból, a saját karmádból kell elsősorban adni, hanem meg kéne nézni, hogy a másik embernek mire van szüksége. Valójában ő mit akar. És azt adni neki. Onnantól kezdve sokkal kevesebbet hibázol. És nem érzed azt, hogy vissza kell menned a zárt világba, ahol te a komfortzónádban el vagy, de egyedül vagy. És ezért veszélyes a komfortzóna kibélelése, mert ez nem menedék. Átmeneti kényelem csak. Tehát az életvállalása, a szembenállás vállalása, a konfliktus vállalása, és a konfliktus elegyengetése, harmonizálása. Tehát a szembenállás mehet a harmónia felé, és mehet a konfliktus felé. Rajtad múlik. Hány éves volt a leghosszabb párkapcsolatod? Egy. Hát akkor van még, mint dolgozni egy kicsit hosszabb legyen a következő. Hát, hogyha mondjuk így konkrétan a párkapcsolatról beszélünk, akkor például... Igen, konkrétan. Konkrétan az van, hogy én látom, tehát amit látok, vagy visszakapok a másiktól, tehát hogy itt szerintem az van, hogy nem jól határozom meg azt, hogy én mit szeretnék, és nem... Jól látod de hogy a másik mit szeretne? Én ezzel kezdeném. Akkor lehet, hogy tovább fog tartani, mint egy év. Jó? Egyéb kérdés? Nekem az volna a kérdésem, hogy igazából mindannyiunkban vannak félelmek, szorongás, aggodalmak, és hogy a meditáció hogyan segít ezeknek a feloldásában vagy, vagy uralásában. Őszintén szóval jobb eszközt erre nem találtam, mint a meditációt, ugyanis szó szerint hátra tudsz lépni az elme tevékenységétől, és egy olyan tartásban tudsz lenni tudatilag, fizikailag, lelkileg, hogy nem kell ezeket a stresszeket tovább gerjeszteni, nem kell a helyzetbe belelépni. Amikor a transzcendens, meghaladó bölcsességről van szó, az pont ez, hogy jelen vagy, de nem vagy benne a helyzetben, mert éppen ki tudtál belőle lépni. Látod az elme tevékenységét, de nem gerjeszted, nem követed, mert épp akkor nem kell beszélni, nem kell gondolkodni, érzelmet se kell táplálni. Tehát vissza tudsz térni a nullpontba. Ez a nullpont, ez a középpont. A középpont, ez a pillanat. És ha ez a pillanat tiszta, akkor már leválasztottad magadat arról a szokásról, amely eddig uralt, például az aggodalom, a stressz. Tehát néha vissza kell térni a gondolkodás elé az identitás állandó teremtése elé, és megmaradni egy olyan tudatállapotban, ahol ezek még nincsenek. Ez persze lehet, hogy kell egy kis tüneti kezelés, ha már valaki nagyon remeg, akkor lehet, hogy egy kis terápia kell előtte, hogyha a specifikus problémákra valamilyen külső gyógyír vagy terápia van, akkor lehet, hogy ezt föl is kell venni, meg kell csinálni. De mindaddig, amíg az azonosulás nem szűnt meg a karmával, a traumát újra termeled. Ezzel ma a legtöbb terap egyetért. Tehát amíg az azonosulás megvan a karmáddal, addig az önkép kényszeréből fakadóan a traumát újra termeled. És mihelyt leválasztottál a karmáról, azon nyomban elnyerted eredeti teremtő mi voltodat és pozíciódat, és a karmádat teljesen teremtettként látod, nem önmagában létezőként, hanem általad teremtettként. Megszűnnek a projekciók, megszűnik a bűntudat, megszűnik a panaszkodás, hanem egyszerűen megszűnsz teremteni azt a karmát, amely addig szenvedést okozott magadnak és másnak egyaránt. Miért? Mert felszámoltad az azonosulást vele. Itt van a gyökere az egésznek. És a meditáció, mivel a legmélyebb identitásodra kérdez rá, hogy valójában te ki vagy, ezért van ez a kérdés, hogy mi ez. Mert az még az avatár előtti, a személyiség előtti. Megfigyelheted, nem azt kérdeztük, hogy ki vagyok, attól nagyon hamar ki vagyok. Nem azt kérdezzük, mert az már a keletkezett, az már a személyed. De honnan jön mindez? Milyen anyagból van gyúrva? Mi az a lényeg, ami ugye a személyé alakul a látáson, halláson, szagláson, tapintáson, ízlelésen, gondolkodáson, érzésen, cselekvésen és beszéden keresztül. Ez a prizma nagyon sok felé töri a fényt, ez az emberi lény. Aztán ebben az állapotban ismét az eredeti fény, az egység állapotát tapasztaljuk. Az a prizma tud visszafelé is működni. Úgyhogy minden jelenség forrása ez minden jelenség enyészete. Ez. Igazi önvalódban találkozik az alfa és az omega. Hogyha tapasztalod ennek a pillanatnak a tisztaságát, a tudatod eredeti, tükörszerű, térszerű természetét, akkor ura vagy a kezdetnek és a végnek. És akkor azt kezded el, amit kell, és azt fejezed be, amit már nem kell tartani. És mit jelent a tudatunk tükörszerű természete? Milyen színű a buddha? Arany. arany. Ezt jelenti. Ezt a mozdulatot, ahogy kimondtad, hogy arany. Oké. Okay. Köszönöm. Szívesen. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy miből fakad az, hogy bár én úgy érzem, hogy teljes szívemből, és, és tényleg odaadóan szeretnék valakinek valami jót, és ez, ez, ezért meg is teszek mindenfajta lépést, és úgy is érzem, hogy ez, 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 az, amit, aminek történnie kell, és ez mégis valamilyen módon egy ellenszenvet vált ki a másik emberből. Akkor kérdezni kell, hogy amit te jónak gondolsz a másik személy számára, azt ő is úgy gondolja. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy medi meditációnál én és nővérem is a mi kérdés, kérdéssel meditáltunk, és hogy mindkettőnknek megjelent egy, egy, szemforma. Ezt ő mondta ki előbb, de nekem is ugyanaz jelent meg, hogy ez, hogy ez miért. Vagy milyen színű volt a szem? Nekem zöld. Zöld. Nővérnek? Kék. Tehát az egyik zöld volt, a másik kék. Esetleg barna szem jelent meg valakinek? Köszönjük, barna szem jelent meg. Termékeny elmétek van. Ezért az egyik barna szemet rajzolt, a másik zöldet, a harmadik kéket. Az a fontos, hogy mi az, ami rajzolta ezt belül. Szintén Mangong Szunnyimmal van egy történet, most ő az, aki ott középen van a három nagy pátriárka közül a 208 kuhanunk modern részéért nagy részt ő felel, és fantasztikus tanító volt, egy nagyon-nagyon mélyen megvilágosodott zenmester, és amikor uh, szakács volt, fiatal szerzetes korában, akkor hatalmas nagy kondérban ott kavarta a levest, és egyszer csak manzsúsri bóthiszatva, bölcsesség bóthiszatva, megjelenik ott a gőzben, és habcsang, sics, a látomás ott van. Teljesen mindennapi helyzetben, délelőtt éppen főzött. És akkor fogta a merőkanalat, és a projekciót így, boom, mind megütött, és azt mondja, mennyi nem, ne szennyezd be a levest, Oké! Okay. Akkor természetesen a projekció eloszlott, és nagy boldogság tudat jelent meg. Miért, mert fölismerte? Fölismerte, hogy ezt ő csinálta. Fölismerte, hogy a saját tudatának a terméke. Tehát, hogyha az elméd valamit odarajzol a padlóra, akkor addig figyeld a padlót, amíg el nem tűnik a projekcióról. Na most ebben segít az a praxis, a kérdés maga, hogy mihez. Mert az befelé irányul, ezt mondtam, nem a tárgyra, hanem a forrására. Mindegy, hogy mit rajzol, és hogy milyen színű. Hogy szeme, fül-e, vagy orr-e. Csak azért, hogy lássd, hogy senki nem kivétel, elmondom, azt hiszem a harmadik zen gyakorlaton volt, amikor 24 órát ültünk, ilyen 30 perces etapokban két étkezés volt, körülbelül három év összvisz után, és a hajnali egy és három óra közötti szakasz a legnehezebb, tízkor kezdtük reggel, és tízkor is fejeztük be, és csendben. Ilyen linoleumos padló volt, fekete és piros ilyen kanyargó foltocskák váltották egymást, ez egy akkori linó minta volt. És ülök, és én azt hiszem, hogy halál megvető bátorsággal tartom a penge éles tudatot. Amikor a padlóból kinő egy rózsa. De pontosan olyan valószerű, mint ahogy ti itt ültök előttem, hogy ez a mikrofon itt feketéllik, ugye? És nőki szépen a rózsa, és kinyílik, és látom az egészet pontosan olyan élességgel, mint a padlót. És akkor az elmek közben szól, hogy ez nem lehet. És akkor jöttem rá, hogy aludtam. Az egész úgy, ahogy van álom volt, és amikor az volt, hogy ez nem lehet, akkor az álom éberré vált, pillanat alatt tudatosítottam, hogy álmodtam, a rózsa eltűnt, és maradt a valós padló. Ez annyira megdöbbentett, hogy még 27 év után is emlékszem rá. Úgyhogy az összes képzeted ilyen. Nem jó, nem rossz. Csak amikor rájössz, hogy ezt te rajzolod, ezt te csinálod, ezt te teremted, akkor jössz rá, hogy a világ világélményed milyen. Mert ezt a tapasztalatot is most ugyanígy teremtjük. Én kívánom azt, hogy tisztuljon le a teremtő benned, hogy letisztuljon a teremtés. Amivel ezt a világot olyanná tesszük, amilyenné. Ha kíváncsi vagy arra a tudatra, amelyet 8 milliárd ember közösen gyakorol ahhoz, hogy ez a világ ilyen legyen, akkor néz körül a világon, mert a teremtettség, a teremtés minősége megmutatja a teremtő minőségét is. Ha így körülnézel, csoportszinten, családi szinten, párkapcsolat és egyéni szinten, van munka. Van miért harcolni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek ma, és hogy ezt a napot meditációban, békés, belső harcban együtt töltöttük. Szeretettel várok vissza mindenkit egy következő meditációs alkalomra, ahol tovább folytatjuk. Folytatjuk a jelenlétet, folytatjuk a szembenállást, interjún a szembenülést, és még egy lépést teszünk azért, hogy felébredettebb, és világosabb tudattal egy kicsit normálisabb világot teremtsünk, mint amely most van. Köszönöm szépen!